Városunkban 2011. június 1-je óta működik a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. Jelenleg két intézményt működtetnek, a Szenvedélybetegek Nappali Intézményét és a Házi Segítségnyújtó Szolgálatot. A szervezetek nem az egyház tagjai, és az ott dolgozók, valamint a gondozottak sem kizárólag a baptista gyülekezet tagjai, vagyis tevékenységüket vallási hovatartozástól függetlenül végzik, s bárkit szívesen fogadnak, tudtuk meg Komáromi Tibor baptista lelkipásztortól, aki a napokban fogadta stábunkat, hogy munkájukról beszéljen. A baptista egyház és a baptista tevékeny szeretett misszió között az az elsődleges különbség, hogy az egyik egy egyház és egyházként funkcionál, a másik pedig inkább a karitatív munkában az emberek segítségével, a szociális tevékenységgel, egyrészt a nappali szenvedélybetegek nappali látásával, másrészt a házi segítségnyújtásban munkálkodik. Ez a szervezet már korábban létezett és munkálkodott. A tavalyi évben alakult a kapcsolat, úgyhogy átvette, mint fenntartó az egyház ezt a szervezetet. Tehát a kettő között egyrészt az a különbség, az egyik egyház, a másik pedig egy szociális tevékenységet folytató szervezet, amelyben a nevében van azonosság, új nevet kapott éppen ezáltal, és ebben belekerült a nevükben a baptista szó is, meg a misszió szó is, és ebben az emberek gondolkodásában egy összemosódás alakulhatott ki, de nem, ilyen módon nem egy az a kettő, tehát sem a gondozottak, sem a gondozók, a korábbi alkalmazottak, akik most is munkálkodnak, a szervezetben nem lettek automatikusan baptistává ezzel. Mégis lelkész úr úgy látja, nagy segítséget jelent az ellátottaknak, hogy vannak olyan közös alkalmak, amikor ellátogat hozzájuk és elbeszélget velük. Ilyenkor tanácsokkal, a lelki problémák elemzésével próbál segíteni. Fenntartója az egyház, de mivel a nevünket hordozza a szervezet, ezért valóan név kötelez, és ebben a helyzetben kell, hogy valamilyen kapcsolódási pontot találjunk. Ami meggyőződésünk is így gyakorlatunk szerint az a gyakorlat, hogy szeretnénk, hogyha minden ember megismerhetné azt az utat, amit Isten kínál, hogy szeretné visszahívni az vele való szeretet kapcsolatba az embert. Tehát ez egyébként is, hogyha ezzel a szervezettel nem lenne kapcsolatunk, ezt eddig is végeztük. Ebben az esetben is itt a szervezetnek a keretében és munkálkodásában megpróbáljuk, mint lehetőséget, nem ráerőltetve az embereknek, nem erőszakosan, hiszen személyes döntés kérdése ez, de felkínálni, mint egy lehetőséget és utat. Az egyik lehetőség az, hogy felkínáljuk annak a lehetőségét, megpróbálunk havonta, ha van rá lehetőség és igény, akár sűrűbben is találkozni a gondozottakkal, és próbálni tanácsolni, egy-egy olyan embert elhívni, aki hasonló cipőben járt, mint ők, de megtalálta az utat. A másik az, hogy esetleg tudunk úgy is együtt munkálkodni, egyrészt egyeztetünk programokban, másrészt olyan előadókat is tudunk hívni, akik egyrészt szakemberek, tehát akik a szakmai munkájukat tudják támogatni az itteni dolgozóknak, tehát a maguk területén elismertek. Másrészt pedig olyan emberek is, akik többségében a hit oldaláról is meggyőződéses keresztények, akik ebből a szempontból is tudnak segíteni. Tehát megpróbálunk ilyen közös programokat is készíteni, és így együtt munkálkodni. A két intézmény közül az egyik a házi segítségnyújtó szolgálat. A házi segítségnyújtás működött már korábban is más néven. A szolgáltatásuk, melyet többnyire idősek vesznek igénybe, semmit sem változott. 3 éve működtetjük már a házi segítségnyújtó szolgáltatásunkat Püspökladányban. 2011. július 1-től működünk baptista tevékeny szeretett misszió néven. A szolgáltatásaink közé tartozik az idősek számára takarítás, bevásárlás, gyógyszeriratás, házi orvoshoz való elkísérés, alapvető ápolási gondozási feladatok, szociális ügyi intézés. A térítés idejünk az 220 óránként, szociális helyzetre tekintettel 50%-os vagy akár 100%-os térítésmentességet lehet igényelni. Idén márciusban költözött át az irodánk a Bocskai utca 14 szám alá, ahol gyakorlatilag a központban várjuk az ellátottakat, illetve működik ügyfogadásunk, illetve az adminisztrációt ott végezzük. A fenntartóváltással kapcsolatban gyakorlatilag azt tudom elmondani, hogy lényegében a tevékenységi körünk nem változott, illetve a munkánk. A gondozottak és a gondozók
a szemben nem elvárás egyáltalán, hogy a baptista hitet gyakorolják. Jelenleg 55 gondozottja van a helyi intézménynek, de hozzájuk tartozik még a kistérségből 4 település is. Az idős emberek ellátását gondozók végzik, akik minden nap meglátogatják őket és segítik hétköznapi életüket. 55 gondozottunk van jelenleg, az ő gondozásokat 8 gondozó végzi, akiknek a munkáját egy vezető gondozó irányítja, ezek a püspökladányi számok. A kistérségben még további 130 gondozottunk van, Báránszerep, Sárét udvari, Nagyrábé és Nagyrábé településeken, illetve országos szinten házi segítségnyújtásban 6 megyében 2300 ellátottat látunk el, és a szervezetünk házi segítségnyújtásban több mint 400 dolgozót foglalkoztat. Egy gondozóhoz körülbelül egy olyan 6-7 ellátott tartozik, őket általában napi szinten igyekszik végiglátogatni, és a napszaknak megfelelő, illetve az ellátottak igényeinek, szükségletének megfelelő tevékenységet végzi el náluk. Tehát jellemzően ugye reggel akár a fürdetés, a személyhigiénia biztosítása, a bevásárlás ugye a napközben, délben az ebéd kihordása, illetve az étkezéshez való előkészületek teszik ki a gondozók munkát, illetve nyilván ahol ápolási feladatok is megjelennek, ott ezek folyamatosan jelen vannak. Azt szeretném még elmondani, hogy specialitás gyakorlatilag a szervezetünknél, hogy hétvégén is nyújtjuk a szolgáltatást. Ezt társadalmi gondozók végzik, és igény szerint szombat-vasárnap is állunk az ellátottak rendelkezésére. A már említett másik intézmény a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye. Itt az alkohol, drog és egyéb függőségi problémával küzdő személyekkel foglalkoznak. 3 dolgoznak itt, és 43 fő az, akin segítenek jelenleg. 2011. július 1-e óta tartozunk a baptista egyházhoz. A munkánk az nem változott, hiszen, mint ahogy a lelkész úr is elmondta, mi a szakmai oldalát erősítjük ennek a szolgáltatásnak, ennek az alapszolgáltatásnak, de próbáljuk természetesen a kapcsolatot velük mindenképp jól összehozni, hogy a hozzánk bejáró kliensek is megfelelő ellátásban részesüljenek. Én gondolok itt konkrétan arra, hogy nagyon jó dolog, hogy sikerült az egyházzal így összekapcsolódnunk, mert ezeknek az embereknek, akik hozzánk bejárnak, nagyon nagy szükségük van a mentális gondozásra, és az egy pluszt ad ezeknek az embereknek, hogyha van egyfajta hitük, és el is tudják, és el is hiszik azt, hogy abból az élethelyzetből, amiben most jelenleg vannak, valóban ki tudnak lépni, és ebben nagy segítségünk a Komáromi Tibor lelkipásztor. Jelenleg 3 dolgozunk itt, van 2 terápiás munkatárs, 8 órában dolgoznak mind a ketten, illetve én, mint intézményvezető. Az ellátotti létszám az per pillanat 43 fő, konkrétan ezen azt kell érteni, hogy 43 emberrel tartjuk a kapcsolatot, naponta járnak be ezek az emberek, nem azt mondom, hogy mind a 43-an, mind a mai napon, de elég nagy létszámmal megfordulnak. Az ellátottak túlnyomó többsége alkoholbetegségben szenved. A nappali intézményben lehetőségük van tisztálkodásra, mosásra, főzésre, különböző csoportfoglalkozásokon való részvételre is. Jelenleg itt Püspökladányban, mivel hogy mi itt dolgozunk és itt vagyunk, ide szól a működési engedélyünk, túlnyomó részt mondhatom azt, hogy alkoholbetegek vannak. Mindig próbáljuk ütemezni, ami nem egy olyan egyszerű dolog a szenvedélybetegekkel való bánásmód tekintetében, ugyanis nehéz őket úgymond, hát lehet, hogy csúnya szó, de fegyelemre nevelni, de valamilyen szinten muszáj kereteket adni a napnak. Mindenképp úgy indul a napunk, hogy aki beérkezik hozzánk, és nem csak ez a reggelre vonatkozik, a napközben is, megkérdezzük, hogy fogyasztott-e valamilyen ételt a nap folyamán, mert ha nem, akkor lehetőség van hideg élelemre, csak mert ebben a helyzetben lévő emberek ugye elég rossz körülmények között élnek, túlnyomó részt nagyon kevés az az élelem, amit magukhoz vesznek a nap folyamán. Ez az első dolog. A második pedig az, hogy figyelemmel kísérjük azt, hogy ki milyen állapotban van. Most ezt a lelki állapotra gondolok.
beszélgetni igyekszünk velük, aki igényli, azzal természetesen azonnal. Van egy konzultációs szobánk, ahol négy szem közt van lehetőség arra, hogy a nagyon fontos és aktuális eseményeket megbeszéljük, átbeszéljük, és tereljük az útját, hogy jobb felé haladjon. Az idejáró ellátottaknak a gondozók folyamatosan figyelemmel kísérik az egészségügyi állapotát. Sokszor, ha látják, hogy komoly a baj, orvoshoz irányítják őket. Ám legnagyobb öröm az, amikor egy ellátott elszánja magát a teljes gyógyulásra. Mindenképp az egészségi állapotát is figyelembe véve, de természetesen abban az esetben, ha ő teljesen rászánta magát, hogy szeretne leszokni, úgymond az alkoholról, akkor megfelelő intézmény felé irányítjuk. Pozitív példa, inkább még talán a közösségi ellátásból adódóan van egy kliensünk, aki ugyan bentlakásos intézményben van azóta is, de büszkén mondja, akárhányszor bejön hozzánk az irodába, hogy már hány napja nem iszik. Például. Aztán volna elretendő példa is, igen. Az intézménybe bárki bemehet, aki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége. A dolgozók készségesen segítik az idejárókat, és hogy a lakosság is megismerje munkájukat, hamarosan szórólapokon tájékoztatják a város lakóit az itt folyó szolgáltatásokról. Így a szemeim előtt látva, hogyha megállnak az ajtó előtt, vagy a kapunk előtt, ugye látják azt, hogy baptista tevékeny szeretett misszió, egyrészt, másrészt azt, hogy szenvedély betegek nappal intézménye, hogy a kettőt összerakni, ugye egy átlagembernek mondhatni nem olyan egyszerű dolog. Merem ajánlani, hogy merje benyitni ránk a kaput, hogyha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége. Mert mind, aki ide bemert jönni, úgymond, nap mint nap visszatérve visszajönnek azért, mert megkapják itt azt, úgymond az élettől, a kollégáktól, ami eddig hiányzott számukra, a megértést, a törődést, az odafigyelést, az empátiát, és próbáljuk egyengetni az útjukat. Most sikerült a helyi posta vezetőjével megbeszélnem, hogy kihordanak minden háztartásba egy-egy szórólapot, és ezen a szórólapon nagyon-nagyon tömören, röviden próbáltuk, de a lényeget megfogalmazni, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani azoknak, aki be mer hozzánk jönni. Riporterünknek mindkét intézmény dolgozói elmondták, hogy szeretik a munkájukat. Úgy gondolják, ez a hivatásuk. Az idősekkel való munkában találtam meg azt a legnagyobb örömet, illetve azt a közvetlen visszacsatolást, amit az ő számokra ez a segítség nyújtás jelent, tehát nap mint nap tapasztalom, hogy nagyon hálásak a munkatársainak, nagyon sokszor szinte gyerekükként kezelik a gondozóikat, tehát ez folyamatosan megkapjuk ezt a hálát, elismerést, ami segíti így a munkánkat. Munka is, elhivatottság is, mert ezt a munkát elhivatottság nélkül nem lehet csinálni, az biztos. Nap mint nap szembesülök ezzel a ténnyel. Ugye amikor akár mivel, hogy mi hozzánk alkoholos állapotban is bejöhetnek emberek, akár egy ilyen alkalommal bejön valaki, és azt a fajta toleranciát, ami vele szembe mutatunk, és nem csak mutatunk szó szerint, hanem teljesítünk is, azt én úgy gondolom, hogy nem mindenki képes rá úgy, hogy a személyiségében ne sértse meg az illetőt. Egy teljes tímmel lehet ezt a munkát végigcsinálni. Nem csak a szupervíziókon, amiről már a kollégám is beszélt, van lehetőség az esetek megbeszélésére, hanem itt a munka csak akkor tud igazán jó folyni, hogyha teljes az összhang, és a problémákat meg tudjuk beszélni mi is. A két intézmény dolgozói tehát folytatják a megkezdett munkát ugyanolyan lelkesen, mint ahogy ezt eddig is tették a névváltozás előtt. A rászoruló emberek pedig felkereshetik mindkét intézményt, és kérhetik a segítségüket, a támogatásukat, függetlenül a vallásuktól.